A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a közösségi igényekre reagáló hasznos és komplex programokat fognak támogatni az emberi erőforrás fejlesztését célzó pályázati rendszerben, hangzott el a Megyeházán tartott projektzáró rendezvényen. Sesták Oszkár elmondta, az előző ciklussal lezárult megyei fejlesztési tervek sikeresnek mondhatók, és hasonló eredményeket várnak a következő ciklusban is. Több mint 500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az előző fejlesztési ciklusban a megyébe, különböző operatív programok keretéből. Én bízom benne, hogy a következő időszakban is az 500 milliárdos álomhatárt meg tudjuk közelíteni, vagy talán meg is tudjuk haladni. Nagyon fontos tanulság, tapasztalat számunkra, akár pályázói, akár döntéshozói oldalon vettünk részt a folyamatban, hogy komplexebb programok kellenek, jobban átjárható programok kellenek, hogy ne ágazati operatív programok mentén szerveződjön az életünk, hanem az emberi közösségek, az egyének igényeire próbáljunk minél teljesebb módon válaszolni. Egy lezárult támogatóprogram keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség készített egy olyan erőforrás dokumentumot, amely a humán és gazdaságfejlesztési célokat térképezi fel, valamint ezeket összhangba hozza a megyei fejlesztési dokumentumokban lefektetett célokkal és az emberi erőforrás operatív program prioritásaival. Egy nagyon komoly lobbyanyag született, és egy nagyon komoly lobbyanyag került a megyei önkormányzat asztalára az emberi erőforrás operatív program célkitűzéseiből és prioritásaiból kiindulva olyan szakterületeket azonosítottunk, és ezen belül olyan potenciális kedvezményezeti kört szólítottunk meg, akikkel mi interjú keretében sikerült meghatározni azokat a kiemelt fejlesztési célterületeket, amelyek a jövőben meg fogják határozni a megyei életét a 14-20-as időszakban. A célok között szerepel a megyei szakképzés piacorientált átétele, de megszólították a megyei kórházat, a Szociális és Gyermekvédelmi Intézményt, a Nyíregyházi Főiskolát, valamint több más szervezetet is a szükséges célok meghatározásához, tette hozzá Kondrola úra.